el título original, Preludio, Tema, Variaciones y Fuga. Esta obra también fue compuesta a petición expresa de Segovia, según la testimonía de una carta escrita en 1929. Quiero que me hagas unas variaciones brillantes sobre el tema de las Folías de España, re menor, y cuya copia del manuscrito de Berlín te envío, en un estilo que linde entre el clasicismo italiano del siglo XVIII y los albores del romanticismo alemán. Esto te lo pido de rodillas. Si tú no las quieres firmar, se los adjudicaremos a Giuliani, de quien hay muchas cosas por descubrir. Segovia grabó en Londres en 1932 solo 10 variaciones. Schott publicó en 1932 bajo título Variación sur Folia de España et Fugue. Aparecido el tema con 20 variaciones y fuga. El preludio finalmente no fue publicado. Puede ser que se ha perdido en Barcelona durante la Guerra Civil. ¿Qué más que se adora? Preludio, un tema, variación que es fuga. Ez a darab szintén a Segovia kérésére volt írva, egy 1929-es levél szerint. Azt mondja, szeretném, hogyha írna nekem egy pár variációt, brilliáns variációt a spanyol fólia témára, D-mollba, és amelyiknek a témának a másolatát elküldöm neked Berlinből. Azt mondja, egy olyan stílusban, ami a 18. századi klasszikus és a német romantikus ötvözete között legyen. Azt mondja, ezt térden kérlem, tehát könyörgök neked, hogy csinálj meg ezt a darabot. Az, hogy ha nem akarod aláírni ezt a darabot, akkor majd Giulianinak fogjuk titulálni a darabot, aki felől ugye, elég sok mindent még fel kell fedezni az utókor számára. Azt, hogy a Segovia 1932-ben Londonba felvette csak 10 variációt, és a Schott 1932-ben publikálta azon a címen, hogy variációk a spanyol fóliára és fuga. Azt mondja, mind a 20 variációval, ugye? A preludium, ami a téma előtt volt, az végül is nem lett publikálva, sőt, el is vesződött valahogy a Barcelonában a polgárháború alatt. Yo también voy a tocar solo un par de variaciones, fragmentos. A téma, unos 10 variaciones y el fuga. Én is csak vagy 10 variációt játszom, nem a, nagyon hosszú lenne az egészet játszani.